fél évszázados jubileumokat ünnepeltek Gunarason. A Dombóvári Úszó Egyesület és a fürdő fennállásának 50. évfordulójára emlékeztek. Dombóváron az úszás mindig is meghatározó sportágnak számított, így az idei jubileumok alkalmából egy programsorozatot rendeztek, amely az ősz kezdetével zárult. Azt gondolom, hogy az 50-es szám szövi át az egész évünket, hiszen 50 éves Gunaras és 1973-ban nyitotta meg kapuit a fürdő. Ez a párhuzamosan a városban megalakult a Spartacus Úszó Egyesület, aki szintén 50. évfordulát ünnepli. Tavasszal úgy döntöttünk, hogy egy ünnepi rendezvénysorozatot tartunk Gunarasban. Ennek az 50 éves rendezvénysorozatnak ma záró napján vagyunk, szeptember 2-án, és megünnepeljük a dombvári úszás 50 éves fennállását. Nagyon remélem, hogy mindenki megtalálja majd a számítását, és ez a sok-sok ember, aki az elmúlt évben dolgozott ebben, akár edzőként, akár technikai dolgozóként, vagy akár sportolóként részt vett, ma minél népes lesz számba részt tud venni az eseményen. Ennek apropója mentén mögöttem látható, hogy egy kiállítás is készül. Ebbe természetesen előkerültek a fekete-fehér képek is, hiszen azt gondolom, hogy az 50 év csak úgy tudunk hitelesen beszámolni, hogyha ezeket az arri dolgokat is elővesszük. Nagyon örülök neki, hogy az előzetes jelzések alapján és az előbb jártam pont a versenybizottságnál közel 200-an ugranak a medencébe, és mérik fel tudásukat, illetve azt gondolom, hogy nem is versenyről beszéltünk, hiszen azért jöttünk, hogy egy jamborit tartsunk, érezzék jól magukat, és mindenki a végén kap egy emléklapot is. Dombóvár úszósportja, versenyúszósportja idén ünnepli 50. fennállását, és hát úgy gondoltuk, hogy ezen apropóból várjuk szeretettel régi úszóinkat, jelenlegi úszóinkat, családtagjaikat egy kellemesen eltöltött családi napra, ahol minden korosztálynak próbálunk valami programot biztosítani. Az évforduló alkalmából megrendezett programsorozat záró eseményén egy kis fotókiállítással, pódiumbeszélgetésekkel, úszóversennyel és sok más érdekes programmal vártak minden generációt. Mai programban található egy úszóverseny, ahol persze nem vérre megy a küzdelem, inkább ez egy szórakoztató örömúszás a jelentkezőknek, és ahogy látom és tapasztalom, hála Isten, elég szép számban jönnek is az érteglődők. Szerintem egy jól sikerült úszóversenyen leszünk túl. Aztán látható lesz egy kiállítás az elmúlt 50 év fotóanyagából, és a legsikeresebb dombovári úszó sikerek pillanatait lehet rajta megtekinteni. Pódiumbeszélgetésre várunk ismert úszókat, köztük Szene Attila olimpiai bajnokot, Rózsa Norbert dombovári születési olimpiai bajnokot, Halmai Petra olimpikont, illetve Kecskés Andrát, aki egy régi ismert edzője a dombovári úszósportnak. Gyerekprogramokkal is készültünk, arcfestés, kézműveskedés, illetve egy együttes fogja majd szórakoztatni őket a színpadon. Ezen kívül pedig vendégül látjuk a résztvevőket és az ide látogatókat egy-egy szendvicsre, és hát a baráti társaságok összejövetele talán a legfontosabb, rég nem látott ismerősök találkozás. A vendégek között volt Halmai Petra is, aki Dombóváról egészen a 2020-as tokiói olimpiáig jutott. A sikerekben gazdag pályafutásának kezdeteiről néhány fotó is árulkodott a kiállításon. Petra arról is beszélt, miért fontos úszni megtanulni. Igazából én dombovári születés vagyok, ugye 8 évig Dombováron kezdtem, ott tanultam meg úszni, aztán hát a család még mindig itt van, mindig visszalátogatok, és nagyon örülök, hogy most itt lehetünk meg, hogy meg lett szervezve ez a program. Szerintem nagyon örülnék, hogyha nagyon sokan eljönnének, és hát azért jó lenne, hogy az akkoriak, amikor még ott velük úsztam, hogy tök jó lenne 10 év után, 12-5 év után találkozni. Én azt mondom, hogy az úszás az minden sportnak az alapja, meg szerintem az, hogy egy biztonságérzetet ad, akár ugye nagyon sokan elmennek nyaralni, inkább nem mennek be a vízbe, mert félnek a víztől. Szerintem egy jó dolog megtanulni úszni, a vízhez szokni. Hát én igazából tényleg nagyon sok olyan kosarastól elkezdve, focistáig olyanok az úszásnál kezdték. És szerintem ez nagyon fontos. Én is úgy kezdtem, hogy anyukámék szerették volna, hogy csak megtanuljak úszni, és akkor lesz belőle, ami lesz. Több sikeres magyar úszó szülőváros a Dombóvár. A településen mindig is népszerű sportnak számított az úszás. Az eseményen a változatos kiállítások és színpadi programokon kívül természetesen a vízé volt a főszerep.
Dombováron az úszósport népszerű, mindig is népszerű volt, az 50 év rengeteg sikert és jó eredményt hozott, és hála Isten ez mind a mai napig kitart, és jelenleg is egy közel 100 főt foglalkoztató szakosztállyal üzemelünk, ahol kifejezetten sikeres, országosan is elismert utánpótláskorú versenyzőink vannak. Ezen a napon az időjárás igencsak kedvezett a programnak. A Gunarasra látogatók fürdésre alkalmas, napos, meleg időben indították a szeptembert.